Az Rínyi 2026 elnevezési program két részből áll. Első része a honvédelem, amely a katonáról szól, és a katonát érintő összes tevékenységről. A második része pedig a technikai eszközök fejlesztéséről szól. Ha pedig figyelembe vesszük a jelenlegi kihívásokat, majdnem az alapokról kell kezdeni a honvédség és a honvédelem újjáépítését. Erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 reggeli műsorában beszélt. Igen, majdnem az alapoknál kell kezdeni, ezt a választ adtam, hiszen a rendszerváltás óta nem büszkélkedhetünk azzal, hogy a magyar honvédséget fejlesztettük volna. Sokkal inkább mindig a csökkentés, a leépítés volt a fő cél, és ez bizony képességvesztéseket eredményezett. A másik dolog pedig az, hogy új kihívások, kockázatok, fenyegetések jelentek meg napjainkban világon, Európában, és ezekre a kihívásokra, ezekre a kockázatokra fel kell készülnünk. Magyarországnak szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, és hogy szembe tudjunk nézni vele, ehhez szükségünk van egy korszerű, modern, erős honvédségre. Ezt szolgálja ez az Rínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program is. A honvédségben jelenleg nincs létszámhiány, azonban az újjászervezés és az új szervezeti egységek létrehozása miatt vannak új betöltetlen pozíciók. A Nyíregyházi József András Múzeumban egy programsorozat indult, Most szép katonának lenni címmel, melynek célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat és a honvédséget, valamint a honvédelem eszméjét. Azt találtuk ki tavasszal, hogy hirdetünk egy előadássorozatot, aminek az a cím, hogy most szép lenni katonának. Ugye ez a régi 48-as nótából, mert Kossuthnak verbúválnak, most nem Kossuthnak, hanem a hazának verbúválunk. És arra gondoltunk, hogy meghívjuk a Magyar Honvédség vezető személyiségeit, hogy ők mondják el, hogy ők hogy látják a honvédség helyzetét, hogy látják a jövőjét, hogy látják a lehetőségeit. Úgy terveztük, hogy tavasszal meghívjuk ide a Honvéd vezérkar főnökét, Benkő tábornok urat, de hát ugye Istennek hála választások után ő miniszter lett, tehát ő neki most sokkal fontosabb dolgai vannak annál, hogy Nyíregyházára eljöjjön, ezt mi megértjük, ősszel viszont megírta, hogy eljön. Aztán meghívtuk Takács tábornok urat, aki korábban a bocskai dandárparancsnoka volt Debrecenben, aki most az önkéntes haderő fejlesztésén, megteremtésén dolgozik. Ő az önkéntes tartalékos rendszerről beszélt, aminek az a lényege, hogy 2026-ig az ország 193 járásában egy minden járásban egy 100 fős, tehát tulajdonképpen 19 ezer fős önkéntes tartalékos haderő áll fel a mostani honvédség mögé, mint egy másik vonalként. Bene János hozzátette, a honvédség a haza szolgálatán túl izgalmas és kiszámítható karriert is jelenthet a fiatalok és a továbbtanulók számára, ezért az év végéig még legalább két eseményen szeretnék népszerűsíteni a honvédségi életpályát.